Utolsóként egy iponyságról érkezett csoportot fogunk látni. Ők a Csillagszóró gyermekszínjátszó csoport. A Csillagszóró az iponysági Pongrácz Lajos Alapiskola gyermekszínjátszó csoportja. Kisebb megszakítással már 1993 óta működik. Rendszerint kortárs költők verseiből és a gyerekek ötleteiből szerkesztett játékot mutatnak be. Tagjai szívesen vállalják a megmérettetést is. A Dunamenti Tavasz Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon az utóbbi években ezüst, illetve aranykoszorús minősítést és számos külön díjat szereztek. Állandó résztvevője a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet által szervezett dramatikus játékok napjának, s két alkalommal házigazdái voltak a Ságra Forgó Regionális Gyermek és Ifjúsági Színjátszó Fesztiválnak. A színjátszást a csillagszórósok sajátos kalandnak tartják, melynek során megismerkednek a színpadi beszéd és mozgás fortéjaival, a rögtönzés titkaival, és miközben önmagukról is sok-sok mindent megtudnak, megtapasztalják a közös játék és alkotás örömét. A csoport vezetői Entó Tanikó és Köteles Judit, a darab rendezői szintén ők, a darab szövegét Entó Tanikó állította össze, zenéjét Béres Gábor és Stranyák Zoltán, és előadásuk címe Titoktár. Fogadjátok őket nagy-nagy szeretettel. Rossz jegy. Titok.
rossz jegyet kapok. Egészen véletlenül. Vagy, mert rossz napom van. Vagy éppen nem hajlandó vágni az agyam. Elég ciki. Mit lehet ilyenkor tenni? Titok. Nyilván el kell titkolni. Hát ha, anya elfelejti megkérdezni, milyen egyet hoztam. Persze, nem lehet hosszam. Sajnos úgy is lebukok. Bőn kijön, s ez eléggé bosszant. Dok, testitok. Nekem valaki. De nem mondom meg, hogy ki. Ha elmondom valakinek, kikotyogja mindenkinek. És azon túl már nem titok, a szerelmes titok. Ami nélkül elképzelhetetlen az élet. Hozzám tartozik, mint a hajam, a lábam, a hangom. Nem hétpecsétes titok, nyilvánvaló dolog, hogy ez... A mobilom. Ha csak tehetem, nyomkodom. Ha megtiltják, azért is nyomkodom. A felnőtteket ezzel jól felbosszant. Parancsra persze leteszem, aztán lopva előveszem. Füzetembe könyvbe rejtem. Anya azt hiszi, tanulok, sutyiba meg facebookozok. Basszus! Rájöttek! Pontosabban rám jöttek! Egészen pontosan feltártak. Lerántottak rám a leplet. Kiderültem! Micsoda pofátlanság, mekkora szemétség a fenébe. Most kezdhetem előről az önépítést. Nyomasztó titok! A titok néha
magát. Egy darabig el van, aztán unatkozni kezd. Mocorog, sóhajtozik. Jaj! Minden félét susmorog az ember fülébe. Folyton piszkál, nem lehet tőle figyelni a suliba. Azt akarja, hogy senkivel se beszéljek. Se Katival, se Annával, anyával se, apával se. Sőt, mi több, még magammal se. Hát ez kibírhatatlan. Valahogy meg kell szabadulnom tőle. De hogyan? Titok bazár minden titkot. Oda bátran beadhatod a megnyugtat, ha magadban tartani már nem tudtad. A magadét, s a másét, sőt, a közösen, ami régóta nyomja a szívedet. S ha kifogysz a titokból, válogathatsz ismét e boltból, kedvedre, hisz nem kerül semmibe. Figyelem, ez a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kinder tojás belső alkatrész titok! Amikor még nem voltam. Felhőháton lovagoltam. Csillagokkal haverkodtam. Angyalok közt bujócskáztam. Gólya hozott. Vagy álom küldött lepke szárnyat. Jó, hogy 10 éve vagyok. De hogy miért? Örök titok. Titok! Teló titok! Rájöttem, hogy a kistesóm titokban kutakodik a telómban. Kíváncsi, hogy kinek írok messengeren egy-két üzit szerelmesen. Tesókám, nagyon sajnálom. Képernyő mostantól záró. Na 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 na
Kicsit lilatán, vagy ciklámen csíkos. Nem jön be, ez biztos. Van egy srác, akit csak néha lát. De akkor tuti csak úgy elmegy melletted. Hiába válsz kicsi jelet, bármit. Van egy lány. Beszélek vele talán még ma, de holnap biztos. Van egy srác. Ha megszólít, rögtön rám jön a frász. Érzelmekkel sose játsz. Van egy lány. Folyton bírom. Látszik, vagy 32 foga. Ez a szimpátiám oka. Van egy fiú, kicsit hiú. Hiú matekos, szörnyen okos. De ez még nem ok, hogy belezúgjanak a csajok. Azt se értem, mitől remeg a térde, ha itt-ott a háziát elkérem. Van egy lány. Lájkoltam egy képét már. Sose nézett szépen rám. Ám bár kár, hogy nem a misulinkba jár. Van egy fiú! Van egy lány! Örök rejtély! Nagy talány! Miért pont ő? Miért nem más? Itt megáll a tudomány! Titokpál vagy! A titkok néha összecsapnak. Ügyesebb, okosabb, ravaszabb, homályosabb, sötétebb, keményebb, ijesztőbb, hátborzongatóbb, tiszta horror, tiszta terror, vívjunk meg! Oké, várva jössz! Tiszta végig vagytok, ki akartok derülni? Gyakran gyakorlom a halvoltamot. Motorral rallisztámtam, a holdattán tántorogtam. Tanultam egyes mást, kölcsönösném mást, puszíjuk meg egymást. Más nem igen mondhatok, hatok, törtek, szorzatok. Hetek telnek múlnak, nyúlnak az izmaim. Inaimba száll a bátorságom, ha erre a kérdésre kell válaszolnom. Hol voltál? Hetet havat összehordasz, egy kukkot sem értek ebből. Bőrére eresztettem volna. Ahol voltam, ott se voltam, itt se vagyok. Semmi csavargás, csellengés, kószálás, bujabolás. Egy hét szobafogság. Van a ciki és kínos titka. Ezeket jobb, ha megtartjuk magunknak. Mert rosszul sülhetnek el, ha mégis megosztjuk valakivel. Legjobb lenne megfeledkezni róluk. Ne cikizhessenek és kínoszhassanak. Álmomba se nyaggathassanak. Nekem az a titkom, hogy tulajdonképpen nincs titkom. Ez királyállapot. Lelkem laza, bármikor megyek haza. Nem kell semmit megosztanom, a másét magamban tartanom. S főként nem vagyok zsarolható. Ez igazán megnyugtató. Mi hanyat feltartunk, és mi ciót várunk, mi toktárban jár.
Köszönjük szépen!